Volt egyszer, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta parkú malac túl, volt egyszer egy király, s ennek a királynak volt egy gyönyörűséges szép leánya. Pécsi Laura díjnyertes mesemondó nyitotta meg az idei Fiatalok a Városért nevű eseményt a bátaszéki polgármesteri hivatalban. Ő volt az egyike annak a 30 diáknak, akiknek a tehetségét és kitartó munkáját elismerte a város. Laurának a tanulás mellett a tánc tölti ki a mindennapjait, amiben kiemelkedően is teljesít. Én a táncot a Szekszárdon kezdtem, balettoztam, és 7 éves koromig táncoltam ott, aztán kiiratkoztam, és átjöttem bátaszékre táncolni, és elkezdtem néptáncolni, meg bestriktimezni, és nekem ezek nagyon tetszenek. És az iskolában még járok társas táncra is, szeretek szerepelni, meg színpadon lenni. Óvodás koromban volt a mesemondó versenyen, ott is első lettem, meg most az iskolában is ott is első lettem. És hogy mit szeret a táncolásban? Mindent, hogy a zenére táncolunk, meg hogy jó a csapat, meg hogy beöltözünk, meg ilyenek. Néhány évvel ezelőtt adtuk ezt a nevet ennek a rendezvénynek, ami egyébként sokkal hosszabb időre nyúlik vissza. Azt lehet mondani, hogy talán évtizedes hagyománya van, hogy évvégén a város próbál köszönetet mondani azoknak a fiataloknak, akik adott évben a saját területükön alkottak valamit nagyot, amivel büszkévé tették a családot, és ebből a büszkeségből próbálunk mi is egy kicsit részesülni ezen alkalom kapcsán. Jó látni, hogy ennyi sok tehetséges fiatal van bátaszéken, és nagyon széles skálán mozog az ő tehetségük, hiszen a mai nap folyamán mesemondónak, atlétának, úszónak, sakkosnak, tanulmányban jártasnak, táncosnak adtunk át elismerést. Ebből látszik, hogy széles terület van a városban, azt gondolom, amiben meg ki lehet próbálni, ki tudják magukat a fiatalok próbálni. És hát hála jó Istennek tehetségesek is, nem csak helyi szinten, hanem megyei, sőt országos szinten, sőt ugye karatéban, nemzetközi szinten is érnek el nagyon-nagyon kiváló eredményeket. A Janás testvérek is kiemelkedően teljesítettek az elmúlt években. Mihály az úszásban remekel. Hát már régóta csinálom, ez volt az, ami megfogott. Nekem próbáltam ki sok mindent, de ez megfogott, ez tetszik, hogy... Néha jó elmenni edzésre, kikapcsolni ott a vízből, hogy ez úgy egyedül érzi az ember magát, ugye a víz alatt ott nem csak emberrel tud kommunikálni. Úgyhogy jó. Jó szokott lenni elmenni egy edzésre. Árpád a kiváló tanulmányi eredménye mellett versenyszerűen fut. Hosszú távon szoktam mezei futóversenyeken részt venni. Hát, mert jó az egész. Szeretek futni. Engem az úszó szakosztály jelölt erre a díjra, ugyanis körülbelül 5 éves korom óta úszom, és hát már többször voltam megyei első helyezett gyorsváltóban, mell- és hátúszásban, és többször voltam résztvevője így az Országos Diákolimpiának, ahol Hódmezővásárhelyen harmadik helyezést értem el 100 méter hátúszásban. Az úszás számomra azért jó, mert ott le tudom vezetni a stresszt, és ez egy jó alkalom arra, hogy magamban vagyok, és át tudom gondolni a napomat. Tökéletes alkalom a gondolkodásra, és nagyon szeretem a csoporttársaimat. Hát én nagyon örültem, ugyanis így azt érzem, hogy el lett ismerve a munkásságom. Matejcsek Vajk egy kivételes saktehetség, és nem csak a szülei és edzői szerint, ezt mutatják az elért eredmények is. Én sakkozom ugye, és bátaszéki szakosztályba is játszom, meg most Szekszárdon van ez a Szekszárd városi bajnokság, ott is most játszom a felnőttek között, 4-5 éve sakkozom,
már hát magát, hogy gondolkozni kell, és nem csak rohanni gondolkodás nélkül. Nagyon sok munka van egy ilyen elismerés mögött, hiszen ez nem hullik az ölükbe, ezért keményen meg kell dolgozni. Azt gondolom, hogy ez az elismerés a kitartásukat is mindenképpen díjazza. És hát ez a köszönet egy kicsit rajtuk keresztül szól a szülőknek, akik mögöttük vannak, és támogatják ezeket a fiatalokat, hogy bontogassák a szárnyaikat. Szól egy kicsit a felkészítőjüknek, tanároknak, táncoktatójuknak, akik mind-mind segítik, hogy meg tudják mutatni a tehetségüket az adott területen. És hát kicsit abban reménykedünk, hogy ebből hosszú távon a városunk is tud profitálni, nem csak azzal, hogy ilyenkor átadunk egy díjat és együtt ülünk velük, hanem a tehetségüket esetleg át tudják adni majd az utánok következő generációnak, és amiben legjobban bízunk, hogy Bátaszéken vernek majd gyökeret, itt alapítanak családot, és a gyermekeik által újabb tehetséges fiataloknak tudják majd esetleg az utódok átadni a fiatalok a városért elismerést. Az év mecénása díjat idén Tar János, a Szekszárdi Tar Kft. Tulajdonosa kapta. Ez az alkalom arra is jó, hogy azoknak a gazdálkodó társaságoknak mondjuk köszönetet, akik a háttérben, elsősorban anyagi oldalról segítséget nyújtanak, mert most már nem elég tehetségesnek lenni, azért itt az egyéb feltételeket is meg kell teremteni. És ebben az esztendőben arra gondoltunk, hogy azt a több éves, évtizedes támogatói tevékenységet, amelyet a Tar Kft. Tar János ügyvezető igazgató tulajdonos úr biztosít Bátaszéken a társadalmi szervezeteknek, ezt szerettük volna megköszönni az év mecénása a díja. Azt gondolom, hogy ez is egyfajta elismerés, és ez is egyfajta példaképállítás ezen a területen, mert egyre nagyobb szükség van támogatókra, mert a családok, és adott esetben az önkormányzat már nem biztos, hogy tud akkora lehetőséget, anyagi lehetőséget biztosítani egy csoportnak, egy felkészüléshez, egy program megszervezéséhez, de a mecénások támogatásával ez sikerül, és hát ők is ezzel részeseivé válnak egy ilyen szép sikernek.